A Kulturális Fórum vendégeit Gondi Martina, a VMMI igazgatója, és Sutus Áron, a VMMS elnöke köszöntötték. Gondi Martina kiemelte, a fórum célja, hogy legyen egy első találkozó az évben, amikor az egész Kárpát-medencéből érkező magyar művelődési intézmények rögzíteni tudják az éves programokat, elmondják egymásnak a terveiket és a gondjaikat. El tudjuk mondani az előző évek tapasztalatait egymásnak, meg tudjuk azt is, hogy a diaszpórában hogy élnek, hiszen Szarajevó, Skopje és Banja Luka is megjelenik ezen a fórumon, tehát nem szabad elfelejtenünk a volt jugoszláv tagországoknak a szórvány magyarjait, akik ugye a diaszpórában élnek, ők is itt vannak, ez nekik is egy kapaszkodó ahhoz, hogy tovább tudjanak dolgozni az elkövetkezendő évben. A köszöntő beszédek után Potápi Árpád János tartotta meg értekezését. Többek között a tematikus évekről szólt az egybegyűltekhez. 2012 óta hirdett meg a Nemzetpolitikai Államtitkárság ilyen éveket. Az utóbbi években előtérbe helyeztük a szülőföldön való boldogulást. Ez azt jelenti, hogy tavaly előtt meghirdettük a fiatal vállalkozók évét, tavaly a családi vállalkozások éve volt tematikus évünk, az idén pedig a külhoni magyar családok éve programot valósítjuk meg. Felemelő érzés, hogy a szlovákiai magyarok is a délvidéki ünnepségen emlékezhetnek meg a Magyar Kultúra Napjáról, mondta Huszár László. A Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet igazgatója kiemelte, gyümölcsöző az együttműködésük a Vajdasági Magyar Művelődési Intézettel. Nem csak szakmai és intézményi, hanem baráti kapcsolatok is. Összekötnek is Hajnal Jenő, aki a Művelődési Intézet igazgatója volt, régi jó barátom, a 90-es években találkoztunk, amikor csak álmodtunk az intézeti munkáról. Ünnep ez, amikor a Kárpát-medence közművelődési intézményei együtt vannak, emelte ki Hajnal Jenő. Az MNT elnöke azt mondta, ilyenkor az előttük álló feladatokat is megtárgyalják. Hogy soha ennyire nem éreztük, hogy együtt dobban a nemzet szíve, együtt van a Kárpát-medence, együtt van a világ magyarsága, hiszen egy olyan kormánypolitika alakult ki az anyországban, ami az elmúlt 7 évben megmutatta, hogy mire vagyunk képesek, és ez a politika már nem csak a politikáról, hanem a hazáról, a hazaszeretetről, az együtt gondolkodásról és az együtt tenni akarásról szól. A fórumon több mint 100 kultúrmunkás vett részt az egész Kárpát-medence különféle művelődési intézményeiből. A szakmai előadásokat gazdag művelődési program színesítette.